Erős Zoár, a Gárdonyi Géza Általános Iskola 7. osztályos tanulója köszönti, aki a 13. kerületi Adi és a Berzsenyi Matematika verseny győztese. Aki a 13. kerületi alsó tagozatosoknak rendezett helyesírási versenyhőztese. És a 13. területi informatikai verseny első helyezettje. Tiszteltel köszöntöm kerületünk új díszpolgárait, és azt gondolom mindenünk nevében mondhatom, hogy most mindenkinek az motoszkál a fejében, hogy vajon mit érezhetnek önök, hogy átvették ezt a díjat. Kornis Zsuzsa művésznőhöz, díszpolgárunkhoz fordulnék először, hiszen munkásságát már rangos díjakkal elismerték eddig. Mit érez most, amikor a kerület díszpolgárai között köszönhetjük? Kicsit zavarban vagyok, mert sok a pak, és vigyázni kell, mert az egyik gurul. Szóval az a helyzet, hogy egyrészt hát egy kicsit meghatott vagyok. Másrészt azért meglepetés számomra ez az elismerés. Attól a helytől, ahol én azt gondolom, hogy tulajdonképpen itt lettem felnőtt. Tehát a Váci 89-as általános iskolába jártam a felső tagozatban, 5. osztálytól 8-ig, és fantasztikus élményeink voltak, egy nagyon jó osztályba jártam azon, és nagyon szívesen emlékszem vissza azokra az időkre. Volt egy nagyon érdekes történetünk, ugye itt éltük át 56-ot is, és amikor délutánosok voltunk, mert akkor még volt délutános műszak az általános iskolában, jöttünk ki a Váci úton, és a Váci úton végig álltak a villamosok. És amikor az emberektől kérdeztük, hogy mi van, miért áll itt az a rengeteg villamos, azt mondták, hogy tüntetnek a belvárosban. Mi egymásra néztünk, és nem tudtuk, hogy mi az a tüntetés. Hát aztán persze megismertük, megtanultuk, és hát ha lehet, akkor azóta is gyakoroljuk. Azután utána a Berzsenyi Gimnázium következett, amelyik az én számomra azért is volt egy nagyon fontos állomáshely, miközben egyébként akkor a kerületben laktunk, tehát végül is a 8 évből, amit itt töltöttem. Hát én azt gondolom, hogy egy ember életében a 10 és a 18 év közötti időszak az a legfontosabb. Rengeteg barátom van itt, és a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban is óriási élményeink voltak. Többek között innét indultunk, aki mit tudra. Úgyhogy, és hát végül is ott kezdődött minden, teljesen véletlenül és teljesen előkészítetlenül, mert nem készültünk erre a pályára, én sem, Ági sem. Ő tartotta is magát ez az ígéretéhez, de én egy ilyen, na mindegy, hadd nem, szóval nő vagyok, és változtatok néha, tehát nem erre készültem, aztán jelentkeztem a jogi egyetemre, ahova felvettek, végeztem egy pár évet, de az már közel sem volt az én számomra egy akkora élmény és egy olyan fontos benyomás, mint az a 4 év a Berzsenyi Gimnáziumban. Úgyhogy engem nagyon sok minden köt ehhez a kerülethez. Nagyon sok barátom lakik itt is jelen vannak egy páran. Még egy gimnáziumú osztálytársam és legjobb barátom is, aki szintén eljön. Úgyhogy én borzasztóan köszönöm ezt különösen egy olyan kerületnek, amelyikre valóban büszkék lehetnek.
azok is, akik itt élnek, és azok is, csak hogy aki sima budapesti vagyok, ma már sima budapesti vagyok, nem itt élek, de nagyon figyelem, hogy mi történik itt, és nagyon példaadó mindaz, ami itt történik, és borzasztóan örültem annak, hogy egy testület, amelyikben hát azért nagyon sokféle ember részt vesz, gondolom én, az rám szavazott, különös tekintettel arra, hogyha persze ezt rajtam kívül nyilván nem figyeli senki más, 6 év óta engem közszolgálati médiában egyikhez sem hívtak. Sem nyilatkozni, sem énekelni, illetve amikor énekeltem, az is csak büntetésből volt. Úgyhogy most nem akarom részletezni. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon boldog vagyok, nagyon köszönöm ezt a díjat, és azt kell mondanom, hogy ez egy különleges díj lesz az én egyébkénti díjaim között. Nagyon köszönöm még egyszer. Köszönöm, és uraim, csak egy óriási élményemet szeretném elmondani önöknek. Cseng a telefon a budapesti főfognára mesterhivatal. Nagyon kedves Csicsérő lány van. Azt mondja, a polgármesterről szeretne művészorönnel beszélni. Hát nem semmi akadálya nincs. Én a polgármester a telefonhoz, és azt mondja, kedves Pataki művész úr, nekem önnel volna egy kis beszédünk való, mikor tudnánk találkozni? Hát mondom, én rögtön azonnal. Polgármester úr, hogy 15 percben belül, külön a lakásomra, ott áll, adjunk már egy nagy lakás környékéről, rengetegre jöttek, jöttek, hogy a Pataki az a főpolgármester. És akkor a következő dramatörtén. Az kedves Pataki bővész úr, engem megbíztak azzal, hogy önnek valamit elmondjak. Ezt senki nem adhatja el, csak én. Csak én tettem fel magának a kérdést, csak én. Fölteltem a kérdést, hogy hát a szemészetes. Hát a kérdésem az, hogy mit szólna ahhoz önnek. 13. kerület diszpolgárává nevezném ki. Ebben pillanatban odaugrok Zolira, hogy a természetes. És rögött, kocagott az egész hőség, beleegyeztek természetes. Mit jelent az ön számára? Mit érez most, hogy ezt a rangos elismerést átvehette? Én nem vagyok a szavak embere, de röviden én nem messze születtem Újpesten, családom sok generáción keresztül élt ott. Ahogy itt a laudációban elhangzott, 90 óta vagyok itt a 13. kerületben. Hogy mondjam így, itthon vagyok a 13. kerületben, és köszönöm szépen a megtiszteltetést. Köszönöm szépen a válaszokat, és természetesen azt mondhatom, hogy minden nevében szívből gratulálom.